különféle intézmények épületein és lakóházak tetején is egyre több helyen látni napelemeket a megyében. Nem csak nálunk, az egész országra jellemző ez a tendencia. Idehaza a háztartási méretű és az afeletti erőművek összesített kapacitása 2015-ről tavaly szeptember végére több mint 10-szeresére növekedett, de a folyamat már az előző évtized elejétől megfigyelhető volt. Ahhoz az kellett, hogy olyan célkitűzéseket fogalmazzon meg a Nemzeti Energiastratégia, illetve a Nemzeti Energia és Klímaterv, amely azt mondja, hogy 2030-ra 6500, 2040-ig pedig csak nem 12000 megawattra bővüljön a napenergia felhasználása, a naperőművi kapacitás. Az elmúlt években tapasztalt kapacitás bővülés minden kategóriában tetten érhető, így a háztartási kiserőműveknél is. Ha megnézzük azt, hogy a 2015-ös és a 2020-as adatok között mekkora változás, akkor azt látjuk, hogy ötszörös a növekedés. Tehát nagyon dinamikus. Ha még megnézzük erre, hogy a naperőművek, ezek a napelemparkok, amit most már eléggé úton, útfélen látunk az utak mellett, akkor ott még dinamikusabb a növekedés. Tehát itt az elmúlt 5 évben 50-szeresére bővül a naperőmű parkoknak a beépített kapacitása. Tavaly év végén már mintegy 85 ezer magyar háztartásban voltak beszerelve napelemes rendszerek, amelyek közül több mint 65 ezeret természetes személyek telepítettek. Köszönhetően például az új Európai Uniós épületenergetikai követelménynek, amely szerint kötelező 25% megújuló energiát alkalmazni, illetve a közel nulla energiai épületek, ezért az új lakásokra már mindenki úgy tervezi az épületét, hogy ezeket alkalmazza. A legolcsóbb, legegyszerűbb ilyen követelménynek megfelelő berendezés, ezek a napelemek, ezek illetve a legolcsóbbak és a legköltséghatékonyabban megvalósítani ezt a kötelezettségét, bár hozzáteszem, hogy az idejében a kormány adott még egy év haladékot a beruházók számára, tehát azok, akik most kezdenek építkezésbe, azok még egy évig építkezhetnek úgy, hogy nem kell megfelelniük ennek az igénynek. Magyarország az elmúlt években jelentős lépéseket tett a klímacélok elérése érdekében. 2030-ra a hazai áramtermelés 90%-ának széndioxidmentesnek kell lennie. Az évszázad közepére pedig az unió célkitűzésekkel összhangban el kell érnünk a karbonsemlegességet. Ennek azonban csupán egyik eleme a naperőművi kapacitás bővítése.